Minden eddig feltételek mellett kapott környezet használati engedélyt a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár. A beruházás fontos lépést jelent az uniós klímacélok eléréséhez is, hiszen több elektromos autót szeretnének az utakra, amihez elengedhetetlenek az akkumulátorok is. Imre Balázsnak érkezett vendége a témában. Jó estét kívánok a nézőknek, szervusz Boglárka, így van, itt van már velünk Tóth Máté, energiajogász, a Magyar Energetikai Társasággal elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Um, ez az aku kérdés ugye azért fontos, mert az elektromos járművek értékének a 30-40 százalékát adja. Tehát mondhatjuk az gyakorlatilag, hogy a legfontosabb alkatrésze ezeknek a járműveknek. Megnéztem, hogy mely országokban vannak ilyen gyárak, akkumulátorgyárak. Svédország, Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Csehország és Lengyelország európai tekintetben. Hogy látja ennek fényében? Mennyire politika és milyen politikai és mennyire szakmai érvek állnak egymással szemben a itthon? Érdemes ketté választani szerintem a, a választ, hogy mennyire van szükség akkumulátorokra egyáltalán Magyarországnak és a Magyarországi átállásnak. Másrészt pedig, hogy miért pont Debrecen, miért pont kínai technológia, amivel kapcsolatban ugye most jelentkeznek ezek a, a konkrétumok. Ami az elsőt illeti, itt nagyon jó a felvezető, azt látjuk, hogy az egész világban zajlik egy forradalom. Azt szoktuk mondani, hogy ez nagyjából akkora jelentőségű technológiailag, mint amikor a, a lóról átállt az ember a belségésű motorokra akkor az elektromos hajtás autókra történő átállás. És terjed is a, a világban, még nem is a jogalkotóról beszélek, meg a politikáról, a, a gazdaságban egy, egy, egy varázs mozaik szó, vagy betű szó, ez az ESG, ez az Environmental, Social and Governance, ez a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási elvárásoknak az együttese, sztenderdjeihez kapcsolódó igazolások, eredetigazolások, származási garancia a zöld energia az egész világgazdaság ebbe az ESG irányba vált, ami azt jelenti, hogy, hogy folyamatosan monitorozzák és vállalásokat tesznek abban a tekintetben, hogy az elektrifikáció, a fenntarthatóság, a minél több zöld energia biztosított legyen a tevékenységükben. Ez az autóipart is elérte közelebbről, annyira, hogy az autóipar nagy, nagy cégei, ezek maguktól is már Töntöttek arról, hogy egy átállást megvalósítanak. Két nagy területe van ö, ennek a, a történetnek. Egyik, ugye, szor, ö, konkrétan vett autóipar, amihez akkumulátor kell. Tehát az elektromos hajtási autónak, ahogy, ahogy ö, ugye mondta is, 30-40%-a egy elektromos autónak az maga az akkumulátor értékben. A másik pedig a megújuló energia. Hogyha több megújuló energiát akarunk, zöld energiát, napot, szelet, akkor ez akkumulátor kell, mert a tárolhatóság a volatilitás legnagyobb probléma. Tehát mind a kettő terület igényli ezt, és erre reagáltak a jogalkotók is annyira, hogy az Európai Unió, Ugye 2035-től elvárja, hogy csak elektromos hajtású autókat lehet majd forgalomba helyezni, ami pedig a megújulókat illeti, ugye a Fit for 55 művész nevű csomag, az elvárja 2030-ra, hogy az Európai Unióban megnöveljék a zöld energia részarányát. Tehát igazából nincs választás, ez egy tényhelyzet, mert Magyarország vagy felzárkózik ezekhez a trendekhez, és maga is e, munkahelyeket teremtve a gazdasági átállás megvalósítva ehhez a trendhez igazodik, a zöldítés jegyében, vagy pedig kimarad és kívülről válik szemlélőjévé. Ez az első e, vizsgálati szempont szerintem. Vizsgálati szempontokat említ, akkor nézzük meg egy picit a lakosság szempontjait, ami akár itt a debreceni akkumulátorgyár létesítése kapcsán, ugye ezek előtérbe kerültek. Itt a helyi élhetőség, levegő és zajtelhelés, valamint ugye a vízellátás szemszögéből közelítik meg ezt a bizonyos gyár létesítési vagy gyár építési kérdést. Azok, akik ilyen szempontból, vagy ilyen szemszögből közelítenek hozzá, mire számíthatnak? Igen, gyakorlatilag ezzel érkezünk el a, a konkrét kérdéshez, hogy vajon Debrecenben ezzel a technológiával kell-e, vagy lehet-e, szabad-e csinálni valamit. És ezeket a, az aggályokat, amik, amik jelentkeznek a, a lakosság, nem szabad alábecsülni. Ezek nagyon fontos kérdések. Nyilván mind azt szeretnénk, hogy ne legyen szennyezés, talaj, zaj, levegőszennyezést, azt szeretnénk, hogy az ivóvízbázis sértetlen legyen, azt szeretnénk, hogy a villamosenergia felhasználás, mert hogy ez egy nagy felhasználó, ez biztosított legyen. Ezek valit kérdések. Viszont ezeket, Ugyanilyen szakmai alapon érdemes megközelíteni anélkül, hogy a politika, meg, meg bekiabálók rátelepednének. Egy olyan technológiánál, ami valóban pontosan így van, világszerte, ugye vezető technológia, biztonságos technológia, mert hogy ilyen érkezik most Magyarországra. Teszem hozzá nem először, hiszen ugye Gödön, illetve Komáromban működik már a kumulátorgyártás, most ehhez zárkozik fel Iváncsa és, és Debrecen, és a CETL, ez a kínai gyártó, aki világvezető gyártó, ő Türingiában ugyanilyen gyárat létesített. Igen, a szocialista a zöld, ha már politikát egy picit belehozzuk a dologba, ugye de ott szocialista zöld támogatással adták át. Ezt, Egészen pontosan, és a, a németek a zöld. saját szintén szigorú sztenderdjeik mentén nem, hogy megfelelőnek találták, de neki, megjegyzem, Michigan partján is a Fordal közösen a Igen, Épít így van Amerikában, és azzal sincs látványosan baj. Ettől függetlenül nyilván ezeket a szempontokat egyesével kell ö, végignézni, viszont mindre van szakmai válasz, ne becsüljük alá a magyar hatóságoknak a munkáját, mert hogy megmerem kockáztatni a saját ö, tapasztalatom alapján. 17 év van ebben, hogy a magyar ö, hatóságok gyakorlat és a jogszabályok mögötte még szigorúbbak, mint Németország. Ezt akartam kérdezni, bocsánat ön jogász, Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy és akkor beszélünk erről, hogy a hazai. A, vagy akár az Európai Uniós környezetvédelmi jogszabályok, vagy jogszabály környezet. Az mennyire szigorú a környezetvédelmi szempontokat tekintve egy ilyen gyárépítésénél, létesítésénél, megfelele úgymond a kritériumoknak, védi -e a lakosságot, a helyi lakosokat? Hogy látja? elképesztően szigorú. Tehát amilyen hatóságokkal nekem tapasztalatom van, azok közül egyértelműen a környezetvédelmi hatóság, és azon belül is ez az egységes környezethasználati engedély, amit most egyébként megkapott a, a Debreceni gyár, és hamarosan nyilvános is lesz, a legesleg szigorúbb, tehát minden másról összehasonlítva. Ennek két forrása van, egyrészt az Európai Uniós standardek, amiknek maradéktalan eleget tesz Magyarország, másrészt pedig a magyar gyakorlat még ennél is szigorúbb. Tehát még azt merem állítani, hogy a németnél is szigorúbb, és ez nagyon fontos szempont és válaszokat ad arra, amilyen kérdések okkal felmerülnek, viszont megnyugtatóak a válaszok. Azt látjuk, hogy csak egészen röviden sorra véve, hogy a villamosenergia felhasználás tekintetében a, ugye nagyjából egy paksnyi blokkot fog annyi villanyt fogyasztani ez a ez a rendszer, viszont ezt megteremti magának. Már csak azért is, mert egyrészt azok a beszállítók, akik ezeket az akkumulátorokat majd az autóikba beépítik, az Audi, a, ezek a nagy autógyártók, ők már most elvárják azokat a zöldigazolásokat, fenntartatósági garanciákat, így az áram tekintetében is, hogy zöld áram legyen. Ennek megfelelően a kínaiak meg fogják építeni azokat a, a, a tipikusan naperőművi kapacitásokat, amik a saját termelésüket biztosítják, megjegyzem nincs is más logikus választások üzlet. Leg sem, hiszen ugye az áram ára az olyan, hogy mindenkinek megéri saját termelőkapacitást építeni. Tehát ez nem a hazai villanyrendszert fogja terhelni. Ami a vízbázist illeti, arra is megnyugtató választ a hatósági eljárásban, tehát itt már, itt már megvizsgálták ezt a, a, vonatkozó szakhatóságok és így maga a környezetvédelmi hatóság is, de azt látjuk, hogy ez a vízfelhasználás, ami vízigény ennek a gyárnak lesz, az, az töredéke, tehát egy 20 ezer köbméter alatt van valójában még a várakozásokhoz képest is, mint ami Debrecennek az ivóvíz szükséglete, a 38 ezer köbméter, de valójában ez sem ivóvíz, hanem szürke víz, tehát ez szennyvízzel történik, tehát nem is versenyzik ez a két szám egymással, alma körte, a szennyvíz, debreceni szennyvíz körbe fognak még egy hurkot beiktatni, és az fog, mint, mint egy zárt hűtőrendszer. Zárt nem, az eleme, igen, ezt ugye kihangsúlyozni. Ki se kerül a környezetbe, hűtőbiszként ugye végigmenni a a Ami pedig a szennyezést egy mondatban illeti, ugye nyilván ez is aggodalma tölt, minket vízszennyezés, talajszennyezés lesz-e. Elképesztően szigorú vizsgálati szempontokat írt elő a hatóság, még a jogszabályi sztenderdeknél is szigorúbbakat a jelen gyárépítésre. Tehát gyakorlatilag nem képzelhető el, hogy a környezetben olyan káros hatás történik. Nyugodtan mindenki megnézheti, elérhető nyilvánosan a kormányhivatalnak az oldalán a beadott dokumentáció is már, amit beadott a, a CETL, hogy a hatás területen milyen zaj, víz, talajszennyezésre számít nulla, illetve minimális, tehát messze a, a vizsgálati határok alatti értékekre számítanak. És ugye most már lejárt az időnk, de azt is mondjuk el, hogy a WWF a világ legnagyobb természetvédelmi civil szervezet, illetve a Greenpeace is kiállt a beruházás mellett gyakorlatilag. Hát ha valakik szoktak ezzel, ezek ellen ágálni, akkor ezek a szervezetek, és még ők is azt mondják, hogy támogatják egyébként a világszerte, minden ilyen beruházást is Magyarországon ismert, hogy ez a zöldítést, a környezetvédelmet szolgálja az Abszolv. elektromos járművek miatt. Köszönjük szépen, hogy itt volt! Nagyon szépen köszönöm én is!